Szekszárdon fogták el a több mint 17 éve jogosítvány nélkül vezető sofőrt a rendőrök. Az iratai ellenőrzésekor viszont hiába kértek tőle jogosítványt, azt nem tudott átadni, így bukott le. Ráadásul kiderült, hogy korábban ittas vezetés miatt vették el tőle a vezetéshez szükséges okmányát. Őt 2004-ben a bíróság eltiltotta ittas járművezetés miatt a vezetéstől, ekkor vezetői engedélyét is elvették, és a férfi annak ellenére, hogy utánképzésen kellett volna részt vennie, ezt nem tette meg. Az 55 éves renitens sofőr nem most vezetett először eltiltás hatája alatt, ezt ő maga ismerte el. Azt mondta, 2004 óta rendszeresen volán mögé ült, sőt, többször el is kapták a rendőrök. Munkatársaim a korábbi években számos alkalommal intézkedtek a férfival szemben. Eltiltás hatája alatti vezetés, továbbá vezetői engedély nélküli vezetés, ittas járművezetés és más szabálysértések, illetve bűncselekmények miatt. Ezúttal a férfit munkatársai őrizetbe vették. A férfi tehát rácsok mögé került egy rövid időre, ezt követően pedig a bíróságon gyorsított eljárás keretében 200 000 forintos pénzbírság megfizetésére kötelezték.